Üdvözlök mindenkit, ez a Zöld-Fehér Nagy Totál. A mai adásunkban még mindig a ferencvárosi labdarúgással fogunk foglalkozni. Mai adásunkban legendák és szurkolók. A Fradi Olympiakosz elleni hazai mérkőzésére koncentrálunk a Rózsa Dénessel és Takács Ákossal megerősített stúdióban. Ferencváros, futball, Fradi Olympiakosz, ez a legfontosabb most. Kint voltál Athénban a lelátón. Igen. A Bélközép által szervezett repülőgépes utat igénybe véve, ahol remek hangulat uralkodott a repülőgépen, természetesen sportszerű keretek között, igen, és igazán kulturáltam. Jól éreztük magunkat, a stewardessek talán életük legnagyobb kihívása van észlek szemben, de nagyon jó volt. A többit nem esett el, mert én hallottam, viszont hát úgy járnánk, mint Mésző Géza. Igen. Athénba érve. Az ifjabbik. A legendáik viszont nem voltak Athénban, megnézték a tévén. Gondolom, megnéztétek az első meccset is? Persze, természetesen megnéztük, szurkoltunk a csapatnak. Igen, az első meccset ki is elemeztük Ákossal, nem volt jó véleményünk. A második mérkőzésen összefutottunk, a leláton. Ott sem volt jó véleményünk. Vagy más szeretnétek mondani erről a mérkőzésről? Nem, nektek tényleg mi a véleményetek erről, főleg a visszavágónak azon a részéről, hogy főleg ugye azt gondoltuk, hogy pokoli hangulat által egy teljesen más Ferencváros fogunk látni. Hát ugye a hangulat alapvetőleg mindig jó. Lehetett volna egy kicsit jobb, de ahhoz úgy gondolom a csapatnak kicsit jobban magával kellett volna húzni a nézőket. Szépen csordogált a mérkőzés úgy, ahogy a vezetőedző elképzelte. Kicsit mást vártunk, szóval kicsit lassabb volt a játék, de azért úgy gondolom, hogy nézzük a pozitív oldaláról, megint megértük a tavaszt, megint eljutottunk egy olyan szintig, amíg azért magyar csapatok nem nagyon, főleg egymás után kétszer. Én szeretnék pozitívan gondolni a mérkőzésre, persze volt hiányérzet bennem, hogy most azt éreztem, hogy főleg az első mérkőzés után, hogy most nagy esélyünk van újra még egy szintet lépni. Emiatt volt azért csalódás az eredmény, de összességében azért ez egy sikertörténet volt megint. Hát most megint azt mondom, hogy akkor én most itt elmegyek, mert abszolút tök jót mondott a Dini, ugyanezt mondtam volna én is, úgyhogy én most akkor lehet, hogy nem is kellek ide tovább. De kell lesz, mert az előző adásban is elmondhat, hogy bár azt gondoljuk, hogy az Olympiakosszal egy szinten vagyunk, mint csapat, de valójában... Én belekötnék azért a részben egyetértünk. Na, tessék, a lelátó hangja. Lelátó szerintem jól teljesített, abban teljesen egyetértünk, hogy ahhoz, hogy igazán pokoli hangulat legyen, az egy csapat is kell. Tehát egymásra kölcsönhatással vannak a játékosok és a nézők, ezt aki valaha is volt meccsen pontosan tudja. Hogy a B közép az mindig jó teljesít. Ez igaz. De ott jó a hangulat. Csak ha mernétek csak más mondani. Az összes többi oldalt, hogy elérje azt a szintet, igen, az a pokoli hangulat. Igen. Most viszont azokat az embereket fel kell spanolnod a játékkal. Igen, az oldal játékkal, igen. vagy a helyzetekkel. Azt, amit a B közép, hogy a hátul csinálnak, az le a kalapa minden mérkőzésen. Mindenesetre nem teljesen egyetértünk. Na, tehát én úgy gondolom, hogy egy görög csapat ellen mi az, hogy a szurkolói hangulat milyen a stadionban, egy Pireus ellen nem nagyon kell erre építeni, ott azért ezt megszokták, sőt. Tehát, hogy ugyan már. Azért legyünk realisták. Számomra csalódás volt a visszavágó. Én sokkal többet vártam a csapattól. Függetlenül attól, hogy egyébként az objektív tények azok más mutatnak, tehát egy 2,5-szeres keretértékről beszélünk, és amikor egy Jovetićet behoznak a cserepadról, ott azért az önmagáért beszél, ettől függetlenül. Számomra az, hogy nem tudott kitalálni, és én egy kicsit a Stankovics mesterben most csalódtam. Nem tudtunk ezzel mit kezdeni, hogy betömörültek a középpályára. Volt mögöttük terület, igazából jó, az, hogy a Kudró és a Varga nem az a nagyon kirobbanóan gyors ez, tehát azt meg lehetett volna most csak egy szakértek, hogy picit az üres területre belőni, és hogyha lett volna egy Obosunk, egy Traorénk, egy gyors valaki, hogy lehetett volna mit keresni, nem voltak, tehát ilyen nem volt. Én nem éreztem veszélyt, teljes kilátástalanságot éreztem a meccsen, független attól, hogy egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy egy 2,5-szeres keretérték találkozott a mi költségvetésünkkel,
és tulajdonképpen a létező legminimálisabb különbséggel kaptunk ki mind a két helyen, akkor ez egy elfogadható, ez egy korrekt eredmény. Ettől függetlenül nekem mutatott játék nagyon fáj. Tehát én azt éreztem, hogy 10 évet visszamentünk. Akkor volt az, hogy kimentünk, jött egy profi erős nyugati csapat. Most minket sértett meg. Igen. És tényleg. Jött egy erős nyugati csapat. Mert 14-ben még játszottatok? Igen, mégse. Tehát, hogy nekem volt probléma visszavágóval, az odavágóval sokkal kevésbé. Ott volt veszélyhelyzet, ott lőttünk gólt, még hogyha most az átkozott 3 centi miatt nem adták meg. Igazából, várjál, mehetünk erre is, hogy megsértettük a Dinéket. Volt azért olyan meccs, ami mondjuk a Kopenhága, a Köbenháv meccs, ahol 11-esekkel estünk ki talán az UEFA kupából. Igen. A idegen mankalitnek egyenlítette egy igaz. Igen. Olyan rég volt, hogy én arra emlékszem, hogy... Nem baj, mi emlékszünk. 83. hogy a Lipták egy nagy szóló után betalált. Hát a Gerának volt ott a nagyon nagy munkája, és olyan passz, de a Peti is ügyes volt nagyon, tehát szépen elfektette a kapus be, tehát az igen, egy szóló volt. Igen, és ott volt egy 11-es párbaj, ahol aztán meg egy olyan bulgár bűr, akit is tiltottak. Gyűlöltük is. Tehát azért az a legpofátlanabb csont meccsek egyike volt. Igen, de én nem a pofátlan csalásra akartam, mert a bíró és a csalás az... Ugye... Nem, bílóknak akartam, hogy mikre emlékszem. Jó, hát én is így. De hogy tulajdonképpen ilyen meccsekkel azért a Ferencváros története tele van. Hogy piciken múlik. Igen. Nagyon hát kicsi. Split, Prága meccs, ahol 11-esek keresünk. És csak a Prágának, hogy volt folytatása, amit a Mévolal azért bejutottunk az Európai csoportkörbe, ott a BL volt a... Hát ott a BL volt a csalódás. A kapu küszöbén voltunk, igen. Igen. De főleg úgy, hogy az egy hát úgy mentünk oda, hogy itt, ha nyertünk, és ugye ekkora esély. Ugye az én életemben már érezhető volt, hogy nem lesz még egy. Az egy nagy csalódás volt, de valahol meg visszakaptuk az élettől, hogy bejutottunk az Európa Ligába. És igen, ott elég jó csapatokat kaptunk. Igen. Én mondjuk nem is lehet összehasonlítani ezt a két csapatot. Tehát nyilván nekik sokkal másabb a költségvetés, mint a mi időnkben volt, ugye sokkal másabbak a játékosok. Ahhoz képest nekünk pontosan ilyen az eredmény. Egy csoda volt. Itt meg, ahogy a Dini is nagyon jól mondta az elején, hogy ez tényleg ez a pozitívum, amit nézni kell, hogy itt már rendre ott vagyunk a nemzetközi ligákban. És ezt most jelentem. Hát meg Zsorban a hanyadik tavasz, amit megérdemes. Ez a második. Előtte a Bayer Leverkusen volt, ott is borzalmasan csalódottan jöttem be a stúdióba. És hogy hátra döntötte is, és akkor mit mutat az élet, hogy megnyeri a német bajnokságot. Azt akartam mondani, hogy milyen csalódottan jöttem be, a legjobb német csapat jelenleg. Én ott nem, ott egyszer annyi sérültünk volt, tehát emlékezz vissza, hogy akkor rúgták rommá a Szemimájét, Traoré lesz, tehát hogy gyakorlatilag a legjobb formában lévő játékosainkat előtt a jól megszokott debreceni és egyéb mészárosok. Nem, ezt most bemondtuk a csapat nevet, mindegy? Nyugodtan, én ezt tartom, amit a Bárány művelt most a Májéval, és az, hogy nem kap egy pirosat, de kipirosozzák a másik játékost, meg az edzőnket, mert az ego az fontos, tehát az edző nehogy már oda merjen szólni a játékot, mert ő a játékvezető. Az, hogy a másikat nyomorékra rúgják és mankóval kell elmennie, az nem piros. Szerintem felháborító. És hogy utólag nem tétják el a Bárányt, az még felháborítóbb. Szerintem. De ez az én magánvéleményem. Majd mindjárt beszélgetünk az utólagos eltiltásokról, jó? Hogy nehezebb legyen politikailag korrektnek maradni, de most még maradjunk az Olimpiákosznál. Tehát nem az történt, hogy valójában egy sokkal jobb csapat ránk tudta erőltetni az akaratát? Mi nem volt sokkal jobb csapat. Mi voltunk tarok, mondjuk ki. Ez minden szubjektív, hogy most miért voltunk gyengébbek, inkább így fogalmaznék, hogy azért, mert jobb az ellenfél, és ugye nem tudjuk átlépni azt a szintet, amit ránk kerültet, vagy azért, mert ilyen napot fogtunk ki, bármelyiket lehet mondani, de alapvetőleg ugye két meccs alapján teljesen megérdemelni jutott tovább ez a csapat. Hát, abba bízhattunk, hogy az edzőcsere, a botrányok, ami megelőzte az első mérkőzést. Az első mérkőzés után is volt bennünk egy druk, hogy na, akkor most megmutatjuk, de itt a lehetőség,
de legyünk őszinték, hogy az egy jobb csapat volt. Jobb csapat volt, de ugyanakkor a jelek azok nagyon-nagyon biztatóak voltak, és tök egyetértünk, tehát hogy egyrészt az edző botrányok. A mi időnkben is sok volt. Hát így játszott a válogatottnál. Igen, csak ők játszottak egy PAOK-kal egy raggadót, amit megnyerték 4-1-re közben, mi kihagytunk, tehát mi rá tudtunk készülni, ugye nekünk a Diósgyőre lett volna, amit halasztottak. És kihagyták volna, csak nem engedte a szövetség. Kihagyták volna, de tökéletlenül ugye maga tény, hogy lejátszotta ezt a meccset, és azt vártam, hogy picit fáradt, picit, tehát hogy na ez is még segít nekünk. Erre lendületből ránk jöttek. Hát és azt a 90 percen hát úgy a lendület kitartott a Feredje meg? Igen, megmondom mire gondolok, tehát Varga Barnabás, ugye örök kedvencem, aki előtte-utána azért rugott pár gólt, de hát itt nem nagyon. Most nem jutott el hozzá a labda. Igazán, igen, nem jutott hozzá a labda. És a középpályán nagyon elveszített. Ez nektek kellett volna lepasszolni hozzá, nem? A középpályának. Középpályán érzem egyébként a lukat most is a Fradiban. Ha az Abufáninak rossz napja van, akkor végünk van. Jó, vagy ha őt kiveszik a játékból, itt például a Marquinhos és az Abufánira rákészültek a görögök, szépen ki is vették őket, és gyakorlatilag jelentük ez egy teljesen impotens játékunk volt. Jó, kellene még középpályán. Akkor ez lesz a kritika corner, 2 percben. Mik a hibák? Hát most figyelj, megint egy meccsből ugye ki lehet indulni, de ugye ez csak egy meccs volt. Tehát, de jobban kijöttek a hibák. Hát ahogy a Dénes is mondta, tényleg, most gyengébb napot fogtunk ki. Szó. Amit én inkább úgy láttam az első fél időben, nagyon statikusan játszottunk. Igen. Nagyon statikusan kint volt a Zakari, aztán jobb oldalon Marquinhos, nem volt keresztezések, Barna is nagyon a középső sávba játszott. Kodrónak még szerintem ő még mindig kevés ez a játékperc, hogy így egy Olympiakos ellen tudjon játszani. Én azt látom leginkább, hogy nem voltak meg olyan mozgássorok, amikkel jobban tudtunk volna játszani igazából, és ez most tényleg ez egy gyengébb nap volt. Jó, oké, én elfogadom. Szerintem jövőre is elkapjuk a tavaszt. Remélem utána ott már tovább is megyünk egy picit. Bocsát, még azért azok egészen, hogy egyszer a pályára küldeni Gingót és Csivicset, hát... Uh-huh. Tessék, itt van a kiritkai kornerük. Igen, tehát én azt éreztem, hogy Jézus Mária, ne is induljon meg középről senki egyedül szólóban bármi, mert abban a pillanatban hátul nagyon nagy bajban lehetünk. Úgy érzesztem, a Vingó a kinti meccsen, nem tudom, olyan pánik volt azon a fiún. Én nagyon bírom, melyik egy szimpatikus, aranyos rác, de egy óraktatóan teljes pánikban volt a kinti meccsen is. A második félidőben már összekapta magát, az első félidőben néztük, hogy nyugi, tehát hogy ne kapkodj. Ahogy hozzákerült, rúgta ki a lelátóra, tehát menekült szerencsétlen srác, és mert láttam, hogy ott van a kezdőben a Csivicsel kiegészítve, néztem egy nagyot, igen, nekem vannak problémám a Stankovicsal, igen. Stankovic. Egyébként a Dinit úgy hívtam meg, hogyha akarja, akkor ajánlhatja magát edzőnek a Stankovic helyet. Ilyen gondolatok nem fordulnak. A média hatalma. Jó, zárjuk le, Olympiakos meccs. Várj, én kíváncsi vagyok, hogy a Dininek mi a véleménye, tényleg így taktikailag, hogy te mit láttál itt ebben már. Igazából, megmondom őszintén, ilyenkor ma azért nem annyira taktikai, meg én már csak egy szurkoló vagyok, kimegyek, jól érzem magam a pályán. Ugye az első ugye stadionban, az első mérkőzésen is inkább azt éreztem, hogy kevesek vagyunk. Szóval, hogy a másik adásban szóba került az első mérkőzés. Az érzésem volt, hogy magyar szinten még mindig kimagaslunk. Ezt a szintet már nem tudjuk átlépni. Tök jó, mert egyébként látjuk, hogy hova kell fejlődni, milyen játékosok kellenek. Ugye most egyénileg nem akarok senkit kiemelni, de azért érezhető volt már itt a szintkülönbség. Én nem nagyon szeretek így a pénzzel foglalkozni, hogy nagyobb a büdzsé, de azért az tény is való, hogy jobb pénzű, jobb játékosokat lehet venni. Gyorsabbak, rutinosabbak, több ilyen mérkőzést megéltek talán. De még egyszer mondom, abszolút nincs bennem, persze van hiányérzet, de az egész történetet összerakom, akkor azt mondom, hogy kimaxoltuk ezt. Lehetett volna jobb, de eljutottunk. Visszavenném a szót. Bocs, csak annyit, hogy a játékosok jobb játékos, jobb edzőt is. Tehát azt nem tudom, azért biztos figyeltétek. Rámentünk Stankovicsra, jó? Én rámegyek Stankovicsra, igen. Tehát, hogy az első 10 percben meg tudtuk őket lepni azzal, hogy a Kodró és a Varga egyszer volt fönt a pályán. Nem kellett sok az edzőknek, hogy azonnal reagáljon. És onnantól kezdve én azt éreztem, hogy nekünk is kéne valamit reagálni. Tehát arra, hogy betömörítették a középpályát, és hogy gyakorlatilag megfojtottak minket.
és én egy tehetetlenség. Tehát azt láttam, hogy basszus, valamit kéne csinálni, na de mit csináljak? Tehát, hogy, és így vártam a nagy megfejtést, hogy hát azért azt mondom, hogy nem akármilyen játékos múltan rend, tehát hogy azért, hogy világsztár, akárhonnan nézzük, és hogy valami csak be fog neki pattanni, vagy legalább szólnak, vagy segít, ott a team mellette. Ja. És nem. Véletlenül nyert csak 3 bajnoki címet a Zvezdával. Nem, és az a Szampdoria kiejtése volt. Én azt mondom neked, hogy nem. Szerintem ő még nincs azon a polcon, ahol az ellenfél edzője van. Nyilván kellenek hosszú-hosszú évek, rutin, tudás, meccselni meg kell tanulni. Most például, bocsáss, most a kivel játszottunk? Paks, nem Paks, Kecskemét. Végre azt láttam, hogy ugye, amikor a Ben Romdale jól láthatóan elveszítette a fonalat, és egymás után begyűjtött egy sárgát, majd a rá 10 perccel olyan belépője volt, hogy én nagyon be voltam akkor csokizva, hogy itt most ki fogja küldeni. Itt teljes joggal küldte volna ki a bíró, nem küldte ki, és azt Stankovics azonnal lecserélte. Tehát érezte, hogy ezt most megúsztuk, a következőt nem, végre meccsel. Mm. Tehát belenyúl, látja, hogy baj van, és belenyúl. Ehhez lehet, hogy rutin kell hozzá, tehát hogy, és ezt meg fogja szerezni. És a szerb bajnokság sem látom. Mondjuk ez az eset, ez pont olyan, hogy ezt még te is meglátod. Még én is. Hát ugye a Kecskemétnél ugyanez volt, a 7. perze megkapta a fiatal srác az első sárgáját a Marquinhos szemben, utána volt még 2 belépője, és a 18. percben egy cserélt, ugyanezt. Gyakorlatilag ugyanazt petpitáztal a Fradi játékos. De visszakötnék Dinire a régi veszőparipám, hogy a Fradi már kinőtte az NB1-et, messze fölött állunk, a nemzetközi szintet viszont csak alulról így. Kaptuk költségvetéset, nagyjából ugyanaz a szint, hogy itthon mi nagyon úgymond, mi vagyunk a pénzezsák, és amikor kiútsz egy nemzetközi porondra, akkor meg a középmezőn legalját próbálunk. Igen. Így valahogy. Ezzel szerettem volna átkötni az NBA-re az Újpest elleni meccsre. Tegye fel a kezét, aki már játszott Újpesten. Ja, dobd ezt a porrat nyugodtan. Ez így a képernyő. Nyertünk 5-0-ra, ugye? Érdekes volt egyáltalán ez az eredmény? Azon kívül, hogy nyilván az Olympiakos meccs után egy, mondjuk, szépségtak passz. Hát alapjába véve egy érdekes eredmény. Jó, tehát hogy a számszerű eredmény, hogy megint egy nagy arányú győzelmet arattunk az Újpest ellen. Hanyatszorra? 18-szorra? Zsinórban. Nem, 16, nem? 16? Úgy vagy csúcsbeltás volt a 15. 15? Valami is, nagyon ott vagyunk. Igen, felkészült vagyok, de én 18-ra emlékszem. Legyen úgy. Kommentben várjuk a megfejtést. Hogy érdemes, tehát érdemes egyáltalán nézni az NB1-et? Miért nem érdemes? Nem értem a kérdést. Jó, akkor már másként teszem fel a kérdést. Tehát, hogy még az Újpest meccset én is megnéztem. Jó, megnéztem a Debrecen kupa meccset is, meg aztán megnéztem a Kecskemét meccset is, mert mégiscsak fradista vagyok. De egy átlag labdarúgós szerető, aki megnézhet 1000 másik, mondjuk egy Manchesteri derbit. Az mennyire fogja, őt mennyire fogja lekötni az NB1? Ez egy nagyon messze vívő kérdés, bocsánat, hogy közbevágok, mert ugye nekem alapvető problémám az, és én nagyon nem szeretem azt, amikor magyar emberek, mondjuk egy Manchester vagy egy Liverpool, persze egy szimpatizál nyugodtan egy idegen csapattal, amikor a többes szám első szemében ez a mi Manchesteriek, és neked mi identitásod van, testvérem, te ott nőttél fel Manchester külsőben, vagy érted? Tehát, hogy mitől? Én itt töltem fel a Józsefatán a 9. kerületben, nyilván fradista lettem, tehát ez egy alapvetés, de hogyha vannak csapatok, amikkel szimpatizálok, most a Liverpoolt figyelem a Szoboszlai miatt, de soha nem fogom azt mondani, hogy mi Liverpool, mi közöm van hozzá, igen, semmi, mikor a Beatles-t hallgatok néha. Jó, voltál már Liverpool meccsen Liverpoolban, nem? Voltam, persze, meg remélem még leszek is, meg izé, de nem az identitásom része a Liverpool, nekem a Fradi és kész. És nekem annyira furcsa, amikor magyar emberek tudnak tiszta szív, összeveszni, meg verekedni, érted? Tehát, hogy atya úristen, egy Barca Real, és... Most már várom, hogy érkezzünk meg a kérdéshez. Végig hagyom a palit egyébként. Válasz szempontjából. Már csak egy 10 perc, és kifejtem. Hagyom a palit, mert most már csodálkozom. Igen, csak igen, messze megnyúltam, és ami a lényeg, hogy ugyanezt érzem, hogy nézze-e NB1-es meccset, és hogy persze, hogy nézzek, mert ott játszik a csapatom. Ilyen egyszerű. Tehát ha a Fradi a Premier League-ben játszana... Mert úgyis kíváncsi vagy a magyar csapatokra, mert igen, magyar ember vagy. Nem, én amit csak bírok, megnézek. Alapvetően én az NB1-et nézem inkább. Tehát olyan viszonylag ritkán nézek Premier League-et. Jó, a Fradi meccs után megnéztétek az Újpest videóton meccset? Meg.
Én megnéztem. Nem, már én ki voltam a stadionban is. Újpesten? Végre sikerült! Végre sikerült! Ez, és ezt bent hagyjuk. Tomasz felajánlotta, hogy átmehetek megnézni a meccset, de nem éltem vele. Jó, jó, bent fogjuk hagyni, mert úgy néz rám, hogy soha többet nem jön. Jó, tehát, hogy te, neked van felmentésed, fradista vagy fradi meccset néztél a stadionban, de te otthon nézted, te megnézted a Újpest Videóton mérkőzést. Nem, nem láttam azt tényleg, akkor már dolgoztam tovább, úgyhogy igen, nem tehát, láttam. Hogy... Én láttam, de minek? És akkor ide meg is érkeztük, hogy... Mást vártam, más eredmény, hogyan? Nem is az eredmény, hanem de maga a mutatott izgalmak, mert az nem volt. Viszont azért azt egyik hozzá, hogy úgyhogy játszott a Fradi a Kecskeméter. Jó, jó. Jó volt a Kecskemét is. A Kecskemét, tehát, hogy a Kecskemétre eleve kikapni szoktunk járni, most ők jöttek ide, és akkor ők is kikaptak. Na jó, de ez van, akkor nem egy mészállításban játszunk, hanem focipályán, tehát hogy nem bocsánat. Tehát ez a legutóbbi Kecskemét. Csak szokták mondani, hogy ők is ott játszanak most. Lehet, hogy többször játszanak a mészállításban, de nagyon stabil, egy nagyon összerakott csapat. Igen. Mindenki nagyon tudja, hogy milyen szituációban, ahol kell lenni. Össze vannak rakva. Szóval tényleg egy nagyon tudatosan játszó csapat. Nagyon nehéz ellenük játszani. Tudtuk, hogy nagyon jól fognak védekezni, hogy nem annyira fognak működni a beadások, amik egyébként szép száma jöttek az első fél időben, csak nem érkeztek meg abba a pozícióba, ahova. Igen. Igen. 2-3 méter ezelőtt a barlangnak megérkeztek azok a labdák, de csatlakozom az Ákoshoz, hogy egyébként ez egy jó színvonalú mérkőzés volt. Igen. A legjobb az volt benne, hogy nyert. Nyert. Szóval így lett kerek, kellett azért az a kis izgalom, hogy egy-egynél azért igen. Nem tudom, hogy mi lett volna, hogy azért eléggé akkor jó időben jött volna Kecskemétnek a gól, de így végül egy atomsima meccs lett, főleg úgy, hogy még a végén volt a nagy helyzet Zakariasznak, hogy akkor még könnyebbnek nézett volna ki, igen. De tényleg egy jó. De amúgy meg kellett dolgozni is lett. Oké, hogy esetleg 3 vagy 2-0, de tényleg tökéletesen mondod. Egyébként Kecskemétben, bocsánat, nagyon-nagyon becsülök, és ezt tényleg alá kell érni egyébként, hogy amikor elmegy egy Szódovszki, tehát eligazolja egy katona akárki, gyakorlatilag nem esik szét a csapat, tehát hogy képesek integrálni fiatal magyar játékosokat, és ebben teljesen egyetértünk, hogy egy tök stabil, nagyon stabil. Azt, hogy már nem egyéniségek viszik a Kecskemétet, hanem maga a csapat, és egy csapatba berakni, kicserélni játékosokat, ez egyszerűbb, mint mondjuk mi elvesztenénk egy Varga Barnabást, azért lenne problémák. Jó, van rá keret, hogy igazoljunk egy hasonló szintű játékost, ami vagy beválik, vagy nem azonnal, de ott ugye nagyon tisztán látszik, amit akarnak játszani, és ott egy-egy embert kivenni. Na ez a problémám a Stankovicsal. Hogy az működik. Hogy én a Frodinál ezt nem látom, én azt látom, hogy megnyerjük a meccseinket, mert sokkal erősebb a keret, de gyakorlatilag, hogyha nincs egy egyéni villanás, ami eldöntsön egy meccset, nincsen, én nem látom a Frodinál azt, hogy azokat a begyakorolt, most nem mindegy, igaz, engedjük el a Stankovicsot. Nem, én azért néztem rád, mert hogy a Dini meg az Ákos nem akarja leváltani a Stankovicsot, de a lelátó... Nem, hát általában mindig arról szoktunk beszélni, hogy szurkolói szemmel, én meg mindig védem a szakmai sem, ugye ezeket most a Rebro után azért ugye olyan magasan igen. Van a létsz, hogy most beleállhatnánk, mindenkinek van igen. Hibája. Én azt mondom, hogy most ne azzal foglalkozunk, ha az eredmények jönnek, akkor ezért akkor minden jó. Ő is, ugye a Gábor is lenyilatkozta, a Kubator is lenyilatkozta, hogy egy komoly ambíciói vannak a Stankovicsnak, ahol neki is, most, ugye, ahogy ő mondta, egy magasabb polcon lévő edzőt hoztunk, aki egy magasabb polcra akar kerülni. Szóval ő is azért még ebbe a tanulási fázisban van, ahhoz, hogy eljusson oda, ahova el akar jutni. Ahogy egy fradi játékos is, aki idejön, ugye a per pillanat, ha egy olyat tudunk igazolni, akkor akár lehet ugródeszka neki, igen. De itt meg kell mutatni magát. Most a Stankovicsban én nem állnék bele, nem azt mondom, hogy nem akarok szakmázni, mert távol áll olyan szinten tőlem, azért komolyabb szakember nálam, de úgy gondolom, hogy nem állnék bele, főleg olyan edzők után, akik azért előtte voltak, a Csabát kivéve. Hát, hogyha külföldi útlevéllel rendelkezne, akkor most ő a padon. Vele nagyon szépen megindultunk, igen. Remélhetőleg látjuk meg a Csabát is. Miért egyetértünk? Jó.
Visszakötnék még az NBA-re egy kicsit, mert hogy akkor még mindig második helyen állunk, egy meccsel lemaradva. A Paks meg menetel, mintha nem lenne már semmi előtte. Akadály például. Hogy látjátok? Egyáltalán behúzzuk ezt a bajnokságot? Ákos? Figyelj, a szansz mindenkinek megvan, ugye egyébként, tehát a Paksnak és nekünk is. Az a pont hátrány, ugye az a egyel kevesebb meccsen játszott hátrány, úgymond az abszolút nem ledolgozzuk? Kell. Hogy? Ledolgozzuk akkor és akkor? Nincs mit ledolgozni inkább, tehát ez valószínűsíthető, hogy az a három pont meg lesz. Nyilvánvaló. Nem szeretek, tudod, nagyon jól. Tehát, tudom, nem akarsz tippelni. Akkor várja, másként teszem fel a kérdést, és oda a Dininek, hogy bukni fog még valami meccset a Paks? Hogy látjátok? Hát ez a magyar NBA, tehát hogy van, benne van, hogy egy Paks szintű csapat bukik? Hogy ne lenne benne. Most nem láttam az MTK meccset. Igen. Csak a helyzeteket este megnéztem. Igen. Hogy gyakorlatilag az összefoglaló az MTK-ról szólt. És nem olvastam el a Gyurinek a nyilatkozat, tehát csak a főcímben, amit láttam, hogy az MTK fotballozott, mi győztünk. Na most ugye olyan lóvon ül a Paks, attól függetlenül nagyon összerakta a Gyuri, támadó focit játszanak, tudják, hogy mit akarnak játszani, de nekem az örök veszélyfutásom a szerencsefaktor. Most az a szerencsefaktor, ami a Kecskemétnek tavaly megvolt, az most átült a Paksnak a lóvára. Szóval gyakorlatilag fognak ők is bukni. És az a kérdés, hogy mi mennyire tudjuk dominánsan a mérkőzéseket megnyerni, mert azért ellenünk mégiscsak mindenki beelvédekezni, és már az egy pont is siker. Nem ledegradálva a Paksot, mert ott vannak most már évek óta, komoly szereplői az NBA-nek, de valahogy ellenük mindenki játszani akar. Majd felveszünk a kesztyűt, felállunk felük, nyílt játékot játszunk, ami fekszik a Paksnak, a jó támadó játék, amiről senki nem beszél, hogy az elmúlt időszakban a clean sheet-eket azért lehozza a Paks. Szóval, hogy a tavaly előtti szezon már no probléma volt a védekezés, hogy több gólt kellett rúgnia állam minden mérkőzésre, mint amennyit kap. Viszont most már az elmúlt 10 mérkőzésre, most nem néztem pontosan utána, de 3-4 meccset lehoztak nullára. Igen. Szóval ennyivel már jobb csapat a Paks, és ezzel is kell számolni, hogy most már hogy a védekezés, stabil védekezésből is, nem mindent egy lapra feltéve, azért is támadnak. Egyre jobban megijesztesz. Hát nem, azért. Bocsánat, azért fogjuk mi behúzni, mert jóval hosszabb a kispadunk. Tehát a Paks, teljesen értek a Dinivel, megfigyelhető bizonyos csapatoknál, hogy ilyen szerencseflók vannak ezt. Tehát amikor 5-6 meccsen keresztül bepattam minden, ameddig kipattant. De a Dini azt mondja, hogy ez már nem szerencsefló igazából. Nem. A Dini azt mondta, hogy most... Is. Hát az MTK meccsen ne haragudj, de. Jó, de. Igaz. Tehát a 6-2 lett volna a reális eredmény körülbelül. Nem volt. A kapufák kijött, most amúgy ez a Videótonnál az Újpest meccsen, hogy most nekik mindenki pattant. Igen. De tényleg, tehát a Paksnál én azt érzem, hogy nem ügyesen, nagyon jól összerakta, és ebben nagyon fontos mondat volt, amit mondott, hogy a védelmet is most már összerakta. Igen. Tehát eddig a Gyuréknál, a Paksnál azt éreztem, hogy Lilcsi Sakos telibe hadd szóljon, pont ezért volt élmény a Paks meccs. Én szerettem nézni a Paks meccseit, sok gólos, aztán néha belefutottak abba, hogy basszus nem jött be, mi meg hátul kaptunk kettőt, van ilyen. És most a Bognár összerántotta, és ezt el kell, hogy ismerjük, teljesen igaza van, hogy a védekezésük is most már stabil. Tehát tulajdonképpen egy abszolút ellenfél. Igen. Egyre rosszabbakat csak én én a Paksnál azt jelenti, hogy Vindekker lesz. Most már ez csak én tényleg vagyok, ez engem megijeszt. De ezzel nem azt mondjuk, hogy nem leszünk bajnokok, csak hogy nem magától értetődő az, hogy ilyen nagy léptékben 10-12-15 ponton nyerjük meg bajnokságot, ami alapvetőleg a magyar bajnokságnak jó. Jó tenni egyébként, megmondom őszintén, hogy nincs kérdés a felől, hogy kinek kell megnyerni a bajnokságot. Kedvelem a Gyurit, jó edzőnek tartom, amit ugye ebbe a támadó focit játszó arszpolitikájával. De legyünk őszinték, nincs kérdés, hogy kinek. Igen, és megint ez legyen egy olyan példa pont, ahogy most így felvázoltad ezt a paksi csodát, úgymond, bár nem hívom csodának, hanem mert pont ezt kéne tenni magyar csapatnak is. Igen. Hogy legyen egy ilyen, hát nézd meg, a Paksból meg tudtuk csinálni, hogy ott vannak második helyen. Meg tudjuk csinálni Kecskeméten. De egyszerűbb sérül, hogy jaj, nekünk akkor... annyira kisebb a költségvetésünk, és a Mocskos Fradi meg a vízé, mert hogy kilógnak fölfelé. Jó, de a Paks ezt nem mondja.
A paksiak nem, egyébként ezt egyfolytában hallgatjuk. Egyébként még azt is várnám, vagy várom, hogy azért a paksiak nagyon le is nyilatkozták, hogy nagyon fontos a fiatal percek utáni járópénz. Hogy azért azt be kell tartani, hogy most ugye felmentést kapott az összes csapat, megkapta ugyanúgy a téli időszakba, de ha nem teljesíti, akkor végén vissza kell fizetni. Hogy azért ez mindenkinek nagyon fontos, ezeknek a kis csapatoknak, hogy a büdzsébe ezt ők beleszámolják, ami még megint úgymond előn lehet számunkra, de egyelőre aki bármelyik fiatal beállt, egyedig jó teljesített a pakra. Én csak arra akarok kérdezni, hogy egy olyan egyetértve is rácsatlakozz Ákosra, hogy igen, tehát olyan érdekes mondom, van szakmunk, van egy Szabó István, van egy Bognár György, ott szeretjük, nem szeretjük Bognár Gyurit, én mondjuk nagyon bírom, engem uratta. Meglepő módon igenis, meg tudnak minket verni, és én ezzel voltam, úgy olvastuk, ugye van egy közös kis fórum, ahol szoktuk olvasni az újpestek, remeket mulatunk rajtuk, hogy hogy a ilyen különbséggel, pénzügyi különbséggel, persze, hogy kikapunk taralat, mert mindig a dalolás, nincs olyan magyar csapat, akit zsinórban 15-szer vagy 16-szor megvertünk volna rajtuk kívül. Tehát azért kapjatok már a fejetekhez, egy kisvárat tudod győzni az Üllői úton. Tehát 15 meccset zsinórban nem veszterénk el mi, a Real Madrid a szemben se. Tehát, hogy De itt már megint az a pénzügyi dolog, amiket így mondanak, ugye, hogy azért meg kisebb a költség. Tehát tényleg vegyük már észre. Tehát, hogyha van egy Paks, van egy Kecskemét, mekkora költségvetéssel, pontosan. És tényleg még lehet, hogy most a Kecskemét nem a második, ugye, mint ahogy tavaly volt, egy picit ott középen vannak, de egy élvezetes játékot játszanak ők is, tehát nem a békaseggel alatt vannak. A pénzügyi oldalról, meg azért a Gáborék ahonnan elindultak, hogy az békaseggel alatt volt. Szóval pontosan, abban pontosan. Az időszakban a Fradi költségvetése az NB1-izét alsó közép részébe tartott. Az, hogy ideig eljutottunk, persze lehet dugálózni, azért agyudvaroljunk a backstage-ben is, hogy azért ott a háttérmunkában, amit összeraktak, ugye a vezetői szinten, meg az egész egyesületnél, ami működik. Én mindenkinek jó szívelem a Kubatov Gábor könyvét elolvasni, ezt a első 10 év. Ha szereted, ha nem szereted, ha nem szereted, akkor azért, ha szereted, akkor azért. Nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, rácsatlakozva, hogy olvass el a elnök úr könyvét. Szerintem roppant tanulságos, rengeteg olyan apró nüansz van benne, ami, tudom, mert ugye mindig az a mondás, hogy akinek sok, úgy könnyű. Nézd meg a Fehérvárt, mikor ott voltam volt 10 éven keresztül, korlátlan forrásokkal, tényleg könnyű? Tényleg megcsinálták azt, hogy nemzetközi kupa szereplések zsinórban, és megérték a kupatavat? Egyszer vagy kétszer, amikor itt volt a portugál edzőjük volt. Igen. De maga a klub struktúrája nem változott, nem volt. Nem volt az evidencia, én nem éreztem a Fehérvárnál, hogy megint ez sikerülni fog a Fradi. Ez messzire visz, Pali, szerintem nagyon. Egyébként ugye a klub tradíciók is nagyon sokat számítanak, és az a alap, amire építkezik egy labdarúgó klub. A hagyományok is számítanak. Azért a Videóton... Te megint akkor beszéljünk arról, hogy egy Kecskemét, meg egy Paks ezzel a költségvetéssel, egy tudatosan felépített, megszervezett módszerekkel teljesítenek úgy, ahogy teljesíteni kell. Mondjuk ki azt, hogy lehet, hogy egy Budapest Honvéd most a másodosztályban a középmezőny alsó régiójában van. Jézusom. Vagy egy Vasas. És most azért mondtam ezt a két klubot például, mert teménytelen pénz volt ott. Egy Kecskemét Pakshoz, igen. Jó, hát, bocsánat, én visszakötnék, egészen más témát fogok felhozni, de ha Vasassal kezdted, akkor hát így az edzők, ugye Bognárt itt dicsértük, Stankovićot nem dicsértük, a Vasasnak egyébként lett egy új edzője. Én nem dicsértem, tehát ők azért megvédik a edzőurat, igen. Jó, csak a Vasasnak lett egy új edzője. Ja. Ki? Jó, Zoli, miért teszed ezt velünk? Nem vagy maradva. De figyelj, szerintem az Ákos és a Dini, ők örülnek neki, hogy a volt csapattársuk elkezdett mondjuk NB2-ben, de normál csapatnál dolgozni, ha már edző szeretne lenni. Mert ez az U21... Csizével valamilyen szinten napi kapcsolatban vagyok, együtt szoktuk nézni. Hát most épp nem, mert nem ér rá. A mérkőzéseket. Ha tehetem, az összes mérkőzéssel kijártam Budafokra is, és nem is tudom kivel játszott, NTK elleni mérkőzés is együtt néztünk, és akkor egy hétig volt kint a Gerzsonnal a tanulmányi úton Angliában, a Vezromnál, és ugye ott már én is kérdeztem, hogy egyébként mi a cél. Töké, hogy fejleszti magát, látszik, hogy honnan indult el, hova ért el, de hogy mégis van valami, ami motiválja, vagy ami előrébb akar jönni, és mondta, hogy egyébként neki megvan, hogy a klubcsapathoz akar menni. Na most igazából egy első lépésnek,
egy klubcsapat, azért teljesen más, mint egy U21-es válogatottnál, amikor bár ja, ugyanúgy bele kell tenned az edzői munkát, de a mindennapos munkát nem, ott igazából csak legmagasabb szintre kell abban a pillanatban kalibrálnod a csapatot, de a munkát azt nem rakod bele a játékosba. És neki voltak ilyen ambíció, hogy ezt szeretné ezt a mindennapokban is csinálni, és szerintem mondjuk egy jó helyre került. És nem mellesleg azért a Csizi ott van, aki szintén ugyanaz a fiatal generációs csoda lehet. Te hogy látod? Nekem az volt, inkább a reakciók voltak furcsák, hogy ugye itt voltak a kommentekben, hogy kicsit citták az Olit, hogy vasas, meg mit tudom én. Ahogy a Pali is a fejéhez kapod, de nyilván igen, ezt a vasas hogy miattam. Igazából mit csinálja máshogy? Tehát, hogy magyar csapat, jó, oké, MB2, ott van a Peti, akkor mondhatjuk a Petire is, hogy miért a Saroksár. Tehát, hogy én örülök annak, hogy az Zoli egy ilyen munkát elvállalt, hogy napi szinten, ugye, tehát, hogy egy klubcsapatot vezetni, de... Igen, két irány volt, hogy megközelíteni a kérdést, mert ugye én érzelmileg, nyilván nem tudjátok, én a Pártoló Egyesület alelnöke voltam, mikor bepereltük a kizárásunkra 2006-ban, mi pereltük be az MLS-t. Én csak egyszerű tag. És ami a lényeg, hogy nekünk azért pontosan tudjuk elvasasni, milyen háttérmunkája volt, hogy minket kizárjanak. Nem kedveljük őket, finoman fogalmazva. Ugyanakkor a Gázsont meg nagyon szeretem. Nagyon egy végtelenül intelligens, szerintem egy nagyon jó lelkű, egészen kiváló labdarúgó volt. Tehát, hogy egyfelől egy teljesen ambivalens érzés, egyfelől nagyon szurkolok neki, és nagyon szeretném, hogy sikeres legyen, más pedig szeretném, hogy Vasost beszántanak. Tehát ez most a kettő így együtt, az egy izgalmas érzelmi hullámos. Mondjuk, bocsánat, azt mondjuk el, nem a Vasast utáljuk, a Vasas foci csapat. Tehát nem ahogy igazán. Van, de én személy szerint, ahogy van az egészet szeretném, ha beszántanák, sóval behintenek és megszűnnek. Ott kézilabdázik a lányom, csak mondom. Jó, a kézilabda szokosztál. Nem, én nem kedvelem őket. Bocsánat, jó. Isten, bocsánat, sem vagy nekem ilyen. Jó, de jobban, mint az Újpest. Én csak azért hoztam fel a Gerzsont, hogy átkössek a magyar edzőkeringő legszebb jelenetére, ami most zajlik. Igen, Mésző Géza. Milyen csend lett? Senki nem tud mondani semmit. Hát, mire vagy kíváncsi? Amit az adás előtt elmondtál, azt most is elmondhatod, hogy volt egy luk. Van szerencsém ismerni a Gézát az öreg fiúk válogatottból, olyan sok időt töltöttünk együtt, a csapatszinten. Most az, ami miatt most meghurcolják, vagy nem, nézőpont kérdése. Szóval igazából úgy kicsit magamhoz tudnám hasonlítani az én nyilatkozatomat, és hogy abból mi lett, mint ő, amit ő akkor mondott. Ő úgy beszélt Zoni a sajtótájékoztatón, mint hogy benne lenne az öltözővel, meg a barátaival lenne. Ugye, előtte beszélgettünk arról, hogy a Géz egy ideje nem vezető edző, most azok a berögződések, azok megvannak az emberben, ilyenkor megint át kell gondolni, hogy én is most éppensége párszor voltam ilyen helyzetben, hogy meghívtatok, de volt, hogy mit tudom, egy-két évig nem, és amikor először oda bekerül az ember, akkor azért össze kell rántani egy kicsit fejbe magát, hogy mégis mit mondhat, milyen szó használatukkal is mi volt. Szóval igazából semmi rosszat nem akart a Géza, pont a lépcsőházban, amikor jöttem, följött a Csányi úrnak a nyilatkozata, hogy ő is erősnek érzi, de azért, amiért az eljárás volt ellene, az a leggyengébb büntetést vonta maga után. Ebben a világban igen, ugye kényesek vagyunk, ugye kényes a világ a rasszizmusra, ezt azért mégsem vettem volna oda. Tudom, hogy itt hivatalból el kellett járni, valamit kellett ebből kihozni, de én bíztam benne, hogy így valahogy elsiklik ez a történet, de hát nem siklott. Nem, úgyhogy egy pozitív, tehát egy bókolt a játék. Igen, de hát ezt mondta. Az a legfontosabb benne, hogy egy baromi jó pozitív dolgot. Ákos, de nem így beszélünk pozitívan. 2024-ben nem beszélünk így sem pozitívan. Már nem sajnos. Én a dolgot ketté vesztem, tehát nem a kismészőjének a labdarúgó körjeztetem, az egyik legalul értékeltebb játékos volt.
Tehát, hogy amilyen jó, szerintem rohadt jó, nagyon jó védő volt, ugye, na tessék, kicsúsznak ezek a szavak. Ugye Sirinbekóval, a Sáfárral és a Mészőivel, gyakorlatilag ők tartották benne éveken keresztül Vasast az első osztályban. Szerintem marom jó védő volt a Kismészői. Galasek Peti egy egészen szenzációs adottságokkal megáldott irányító középpályás volt, aki a töredékét nem hozta ki, de ez most egy másik történet. Na, minden esetre mélyen egyetértünk, hogy egész egyszerűen, én biztos vagyok benne, hogy nem rasszista. Én most meg fogok védeni egy újpesti edzőt, ilyen sem volt még. Biztos vagyok benne, hogy nem rasszista, hanem egész egyszerűen hétköznapi szóhasználat. Mindenki tegye a kezét a szívére, hogy soha nem használod, hogy feka, egy ilyen kifejezést. Nekem egy nagyon-nagyon kedves barátom fekete, egy fekete bőrű sebészorvos. Hidd el, hogy nincs bennem, te ismered a családi hátteremet, pontosan, semmiféle rasszizmus nincs bennem. Ettől függetlenül van, hogy használom ezt a szót, hogy feka, a legkisebb bántó szándék nélkül, tehát ez a feketének igen, a... ez Magyarországon meg kell tanulnia, igen. Hivatalos közegben ilyet nem használunk. Így van. És még egyszer mondom, az igen. Idő már elmente felett, hogy... Meg kell tanulnia, így van. Nyilván, ha ez nem tévében menne ki ez az adás, hanem csak internetre, akkor mi is itt fekáznánk. Ami már többször idéznénk a Gézát, de ez már nem az az idő, hogy ilyet lehet. Nincs köztünk vita, egyetértünk, és abszolút a Dinek van igaza szerintem, hogy egyszerűen elszokott attól, hogy patika mérlegre kell tenni egy minden egyes szavát, mert megnézi utána 1 millió ember, és alig várja, hogy bele. Jót is tesz neki egyébként az 5-0 után, hogy egy kicsit pihen a büfébe. Te kis aljas! Amúgy még arra visszatérve, amit mondott a kérdeztetek, ugye, hogy mi a véleményünk ugye, a Zolinak a kinevezésével, és nagyon érdekes dolog, hogy kik most tett az NB2-ben az edzők. Ugye... Én nem tudom. Ákos elmondja. Ugye először is Nyíregyházán a Krisztián, ti már ugye szintén fradista volt. Szuper Krisztián. Volt Fradiba, akkor így mondom, nem, igen, ugye, igen, szintén nem kevés időt. Ugye most második helyen a Győrben, ugye Kuzi. Ugye mi csapattársak voltunk, ugye Fradi utánpótlásban együtt nőttünk fel, ugye az apukáját nem kell bemutatni, igen. Tehát már egy Fradi vonal, akkor ugye Gerzsó most a Vasas, ez már 3 fradista. Hát uraim! Hívtak benneteket valahova, csak hogy így szépen fölvezetett. Igen, ugye Peti Soroksáron van, Lipcsei. Most így hirtelen nem tudom a többit, de mondjuk amik volt az Erős Gabi is, ugye, ő sokat volt ugye nálunk ugye a Budafokon, amíg ugye el nem küldték. Ez elég sok Fradi játékos. Feldobhatok, ha már élhetek ezzel a remek helyzettel, hogy itt van két válogatott Fradi legény. Nyugodtan mondhatsz. Mit, nektek mi arról a véleményetek, és ez régóta bőkért csörömet, mert köztünk van egy egyetértés, és nagyjából ketten vagyunk így az országban, akik azt mondták, hogy Lipcsei Peti érdemelne egy Fradi kispadot, hogy legalább a lehetőséget egyszer megkapja. Hogy látod? Nem gondolnám, hogy nincs rá esély, és hogy ne kapná meg. Ugye Peti nagyon jó munkát végez Soroksáron, azért minden évben azt a csapatot ott tartani a 4-8, ugye azt hiszem a 12-nál az elvárás, hogy azon belül legyen, mindig sokkal jobban teljesít. Én is szeretném látni, de azért látszik, hogy a tendencia per pillanat még nem hát az, nem az, hogy igen. Magyar edzője lesz a Ferencvárosnak. Elképzelhető, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor mondjuk, ahogy a Máté Csaba beugrott, bár ő közelebb volt hozzá, már ő a kispadon volt így is, úgy is, mint pár edző. Esetleg látok rá esélyt, de én nem látok semmi esélyt. Hát ugye az egész konstrukcióban nem látok bele, hogy tényleg mennyi esélye lenne annak, hogy egyszer bármikor lesz. Ugye visszatérve Ákosraig, ami nekem tetszik, ugye nem csak azt mondjuk Fradi kötődésű edzők vannak, hanem egy új hullám épül most az NB2-ben, amit az NB1-ben annyira nem éreztünk. Volt egy 5-10 évvel ezelőtt, amikor az állandó kirúgták innen, átment oda, két edző helyet cserélt, egy állandó körforgása volt az edzőknek. Ez most elment a külföldi edzők irányába, és a Pali volt az, nála éreztem először azt a Pali, a Lőv Zsolt, a Szabics, hogy behozták ezt az új hullámot, sikeresen. Aztán persze abban kudarcok is vannak, ilyen az edzői hát pálya. De hogy az NB2-ben most egy olyan épül, amit remélhetőleg most egy szép út fog kövezni a következő 5-10 évben. Ámen. Igen. És ez lenne az utolsó témánk is, hogy miért van az,
Bocsánat, csak akkor te egyetértesz, hogy a Péter azért egyszer csak érdemelne egy lehetőséget. Igen, de abszolút jó fogalmazott a Dini. Tehát én nem tudom ismételni, tudom én is csak őt, mert egyszerűen erre most kérem. Egyelőre azt mondom, hogy igen, az agyammal azt mondom, hogy igen, és utána ott van a vezetőség, ott van a koncepció, amiben még mindig nem gondolkodnak komolyan benne. Igen. Most már lesz egyébként, ugye a Gerzsonnál lesz egy konkurense is. Ez csak így mellék. Utolsó témánk tényleg, miért van az, hogy a ti generációtok az utolsó olyan igazán legendás generáció, ugye? Na, mi vagyunk a legközelebb ahhoz egyébként, megmondom őszintén. Én most is érzek a egy-két embert, aki játszik ott, vagy be fognak kerülni ebbe a kérdésbe. Kik jöhetnek utánatok? Hát senki. Hát kit mondjak? Hát csak DNS-eket tudok csak mondani. Hát ez szép volt. Ez jó. A Dibusz DNS mindenféleképpen, hát ugye a Botka is elég régóta itt játszik, és azért szerencsésen ugye sikerekben is volt része, a válogatottban is bemutatkozott, azért hosszú időt eltöltött. Lehetnek a listába. Annyiban azért változott, hogy sokkal több magyar volt azért abban az időszakban. De lehetnek ők akkor a legendák, mint ti? Én nem tartom magam annak, szóval így erre is azt mondom, hogy nem értem a kérdést, szóval tök jó, hogy ebbe belekerülök. Több mint 200 meccset játszottam a Fradiba. Nevem vagy a nyilatkozatom miatt ikonikus lettem. De nem csak azért. Ezt nem fogok szembenyalni, de én mint szurkolói kicsit. De. Tehát azért azt, hogy minden fradist tudja, hogy Rósa Dénes hozzáállása. Takács Ákos hozzáállása? Nem voltál egy nagy darab, de azért hát úgy oda tudtál lépni, hogy repült az ember, amikor mi alapvetőleg a mi stílusunk az volt, hogy minket felhúztak és mentünk. Ugye az, hogy utána mellé jött, ugye nálam se egyenesen arányos volt az, hogy az első fél évben meghatározó játékosa lett, vagy első évben, és utána meg itt lehetek egy kicsit nagyképű, azért volt időszak, amikor a hátamon vagy a hátunkon vittük a csapatot, de valahogy amikor akikre én mondom, vagy akikről előttem beszéltek, azoktól azért nagyon messze vagyok. Örülök annak azért, hogy egy kicsit ilyen tágabb ez a fogalom, hogy beleférek oda a szélére, nagyon jól esik nekünk. De mondjuk azért próbáltunk tenni érte, és amit egyébként te mondtál, hogy igen, hogy alapvetőleg, meg hogy én is mondtam, hogy a maga hozzáállás, ezt mindig elvártam, mint önmagamtól, hogy azért volt hiányérzet magamban persze az utolsó fél évben, nem voltam annyira leedve, meg voltak az okai, azért is hagytam egyik napra a másikra abba, de azért jó, hogy benne maradtam ebbe, és ugye van szerencsém kijárni a Fradi meccsre, mint vendég, és ezt érzékeljük azért, de... Elmond mindent helyetted, Dini. Direkt csinálja. És köszönjük is szépen, hogy elmondtam. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. Remek volt. Ez volt a Zöld Fehér Nagy Totál. Köszönöm a figyelmet. 2 hét múlva újra jövünk. Viszontlátásra, hajrá, Fradi!